Második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát partnerünként üdvözölhetem. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán mutatták be az 1956-os forradalom és hatása az Ukrajna Állambiztonsági Szolgálata Ungvári Levéltárában őrzött KGB dokumentumok tükrében című kötetet, amelynek szerzője Váradi Natália történész a főiskola tanára. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója elmondta, a kötet megjelenését a levéltár több szempontból is fontosnak tartotta. Fontos KGB archívumbeli dokumentumokról van szó, de tartalmilag azon nagyon sok rétűen kapcsolódik a főváros történetéhez, úgyhogy ilyen szempontból közvetlen érdekeltséget is láttunk benne, meg egyébként Budapest Főváros Levéltára az egyik legkomolyabb gyűjtőhelye az 1956-os magyarországi forradalomra, és annak a budapesti eseményeire vonatkozó forrásoknál, egyébként nem csak Budapesten, hanem más vidéki eseményekre vonatkozó fontos forrásokat is mi őrzünk, úgyhogy a Főváros Levéltárnak egy régi, tehát egy hagyományos preferenciája az 56-os forradalomra a vonatkozó kutatások végzése, forráskiadások közzététele, de akár ugye digitalizációs projektek megvalósítása is. Olyan dokumentumokat közöl, ami ugye a titkosszolgálati dokumentumok, tehát nehéz is a hozzáférésük, az ugye itt elhangzott. Másrészt pedig nagyon sok magyarországi személy szerepel, kötet kétharmada legalább olyan jellegű KGB dokumentumokat közöl, aki Magyarországon ide Kárpátaljára hurcolt személyekre vonatkozik, tehát komoly magyar vonatkozása van, de ugyanakkor nagyon jó, hogy mellé kerültek azok a mondjuk így nyugodtan azok a fiatal kárpátaljai hősök, akik valamilyen szempontból ugye közösséget vállaltak az 56-os forradalommal. Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke kiemelte, Váradi Natália kutató munkája múltunk egy szeletét tárja elénk. Ezáltal valós képet kaphatunk mindarról, ami 1956-ban vidékünkön történt. 56-ban a kárpátaljai magyarok ugyanúgy reagáltak az eseményekre, ahogy a magyarországi magyarok reagáltak az eseményekre, és ebben, ha lehetőségeik nem is, de szerepük volt az egész folyamaton belül. Mi feladatunk meg az, hogy tisztán tárjuk fel a történelmi eseményeket, mert nagyon sokszor napjainkban is megpróbálják a múltat eltörölni, ahogy ezt az internacionálisban énekelték annak idején, pedig a történelem folytonossága és az itt élők együttélése szempontjából fontos, hogy mindenki tisztán lássa a múltat, tisztán lássa a történéseket, az eseményeket, és ehhez járul hozzá Natália munkája. A másik dolog, ami kellett ehhez a könyvhöz, az nem csak intézmény, hanem olyan emberek is, akik ezt az intézmény megtöltik élekkel. Csernicskó István, a főiskola rektora rámutatott, dr. Sós Kálmán néhai rektor nagy hangsúlyt fektetett a kutatómunka beindítására. Ennek egyik eredménye ez a kiadvány. Ő mondta azt, hogy tudomány nélkül nincs felsőoktatás, de nem mindegy, milyen tudományt művelünk. A mi feladatunk elsősorban az, hogy itt olyan feladatokat végezzünk el, amit soha senki nem fog helyettünk megcsinálni. Kárpátalja történetét, ennek a vidéknek a lakosságának az összetételét, a környezetünket csak mi tárhatjuk fel, mi kutathatjuk és mi mutathatjuk be a tudományos nemzetközi közvéleménynek. Úgyhogy amikor saját tanítványait kutatási pályára állította, hogy úgy mondjam, akkor nem véletlen, hogy a 1944-es elhurcolások, 1956-os események, 1848-49-es forradalom és szabadsághoz vidékünkhöz köthető eseményei és hasonló témák kerültek, hogy úgy mondjam, középpontba, és hát a Natália könyve az ennek a kutatási iránynak egy nagyon fontos eredménye. A kötet tartalmáról, felépítéséről, elkészülésének körülményeiről a szerző Váradi Natália számolt be. Az 1956-os hősök mércét tűztek elénk, amit követni kell. Az igazságvágy, szabadságvágy mellett az összetartozás mércéjét adták nekünk. A kötet 347 forrás tartalmaz, a kutatás 2009-ben indult. A 347 forrás természetesen nem ad teljes képet. Sem kronológiai szempontból, sem nevek szempontjából, sem pedig folyamatban. Mert egyszerűen csak reprezentatív értékű, reméljük, hogy a további kutatások majd még bővítik ezt a kört, szélesítik ezt. A 347 forrás az tulajdonképpen több mint 600 oldalban ismerteti azokat a
az eseményeket, a kihallgatások folyamatát, amiben Kárpátaljának szerepe volt 1956-ban, hiszen felvonulási terepként szolgált a szovjet tankoknak, kihallgatási helye volt a hadbíróságoknak, illetve ugye politizáló röplapterjesztő csoportok jöttek létre Kárpátaljának, akik kifejezték szolidaritásuk és egyetértésüket. Az ő iratanyaga van ebben a kötetben. Nagyon jól tudjuk, hogy több mint 1000 fő járta meg, forradalmár járta meg az ungvári börtönt, akik közül több mint 400-at Stryd Rohobics Stanislav börtönébe szállítottak további kihallgatás szempontjából. Arról szól, hogy honnan gyűjtötték be őket, hogyan zajlott egy kihallgatás, mik voltak a további feladatok, miután itt kihallgatták és visszaszállították őket Magyarország területére, kik vették át őket. Ebből látszik, hogy a szovjet-magyar hatóság együttműködve végezte a deportálást, és együtt határozták meg azokat a lépéseket, amiben itt 56-ban Kárpátaljának szerepe volt. Az 1956-os kárpátaljai magyar ellenállók közül már nagyon kevesen vannak életben. Közéjük tartozik a nagyszülősi csoport egykori tagja Milován Sándor. A KMKS tiszteletbeli elnöke azt meséli, hogy a magyar forradalmárok egy politikailag semleges országot szerettek volna létrehozni. Ebben a nyugat segítséget ígért, majd cserben hagyta a magyarokat. Nem kimondva, de sugalták, hogy segíteni fognak a forradalomban. Kénytelenek vagyunk megemlíteni azt a helyzetet, amikor kitört a forradalom. A következő két alkalommal jelezte az Egyesült Államok, hogy nem fog beavatkozni. És akkor ugye Franciaország és Anglia elindította a szuezi válságot azért, hogy elterelje a forradalomról a figyelmet, a világ figyelmét. Tulajdonképpen a kérdés az, sokszor feltett, hogy győzhetett volna a forradalom. De lehet, hogy egy lájtosabb hozzáállással, mondjuk a forradalom részéről, egy keményebb hozzáállással Amerika részéről, és egy átgondoltabb hozzáállással a szovjet részéről, illetve hát Ruscsov részéről lehet, hogy lehetett volna valamiben megállapodni. Tehát egy magyar semlegességbe, egy ilyen hát emberarcú szocializmusba. Mi, mint fiatalok, ezt mind nem tudtuk, nem láttuk át. Mi csináltuk a magunk dolgát, úgy gondoltuk, az lenne a jó, az oroszok kimennének, mindenképpen a kommunista hatalom végét szerettük volna, mert ez nagyon csúnyan ment át terrorizmusba. Tudományos szempontból dr. Molnár D. Erzsébet, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője értékelte a kötetet, kiemelve annak fontosságát a témában kutatók számára. Ez a kötet felbecsülhetetlen segítséget tud nyújtani azon kutatóknak, akik arra adják a fejüket, hogy 1956-os forradalmi eseményeket tárják fel, kutassák, vagy esetleg még mélyebben kutakodjanak a már megkezdett kutatási vonalat illetően. Gondoljunk bele abban, hogy több mint fél ezer oldalon keresztül nyújt levéltári forrásokat publikált, közzétett formában, ami felbecsülhetetlen értékkel bír egy történész számára, hiszen ugye ezek a jegyzőkönyvek, amelyek ugye javarészt kihallgatási jegyzőkönyvek a Magyarországról szovjet területre deportált forradalmi tevékenységben ilyen vagy olyan formában részt vett deportáltakra vonatkozóan. Ez az egyik rész, a másik pedig a kárpátaljai megmozdulásokban részt vett személyek kihallgatási jegyzőkönyveit tartalmazza, és valóban nagyon részletes, tehát korábban ez egy olyan volumenű forráskiadvány, amelyre korábban még nem volt példa, és ráadásul, hogyha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy ezek a dokumentumok már nincsenek jelen Kárpátalján, hiszen elvitték Kijevbe őket, akkor innentől kezdve ez az értéke még felbecsülhetetlenebb egy történész számára, egy kutató számára, hiszen hozzáférhető, könnyen olvasható, tehát nem a
a kézzel írott, magyarra fordított forráskiadványról beszélünk, nagyon jelentősen megkönnyíti a kutatók és a történészek munkáját ebben a témában. A kötet tehát értékes és érdekes információkat tartalmaz Kárpátalja 56-os vonatkozásairól. Haszonnal forgathatják a kutatók, a meghurcoltak hozzátartozói, leszármazottai, a történelem iránt érdeklődők egyaránt.